Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Székely üdvar Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. És szokás szerint kezdjük a mai darma beszédet is egy mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Om Nam. Om. köszönöm szépen. És szokás szerint a mostani beszédek már nem prózai bevezetéssel kezdődnek, mivel abból már rengeteget hallottunk, rengeteget láthatunk, sőt, újra láthatunk. Koannal kezdünk, mely Koan így hangzik. A tanvirága. A Butha a keselyű sziklán ült, és egy nagy gyülekezet előtt készül darma beszédet tartani. Egy ideig csendben volt, majd felemelt egy szálvirágot. Senki sem szólt, csak Mahákás mosolyodott el. Ekkor a buddha így szólt. Rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a páratlan szépségű nirvánával, mely független a szavaktól és az írásoktól. Ezt most átadom Mahákás Kérdések. Miért emelte fel a buddha a virágot? Miért mosolyodott el Mahakásjapa? milyen tanítást adott át a buddha Mahákásapának? A buddha átadta a tant Mahákásapának. Mi történt volna akkor, ha Mahákásapa akkor ezt mondja, nem kérem, köszönöm, már rendelkezem ezzel a tanítással. A buddha helyében hogyan válaszoltál volna? Kommentár. A virág mosolyog, a buddha elvörösödik. Ez az első olyan mozdulat, olyasféle tanátadás, amely a buddha idejéből származik, még van kettő, amelyet a mai este még meghallgathatunk, de ekkor történt valami, amely több, mint a irodalom, több, mint a tudat strukturális leírása, és jóval kevesebb, mint az a sok-sok gondolat, amit az emberek akarnak, amire szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk, és a csodát is ezektől a gondolatoktól, érzelmektől várjuk. És amikor kiderül, hogy a csoda bennünk van, mindannyiunkban van, hogy ezért, ha megdolgozunk, akkor tapasztalhatjuk és megoszthatjuk másokkal, akkor először meglepődünk, néha csalódunk, és néhányan el is végezzük azt a munkát, amely ahhoz kell, hogy ez a csoda bekövetkezzen. És kiderül, hogy ehhez nem kell más, nem kell több, csak az, ami bennünk most lát, hall, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. Nem kell más, mint hogy ezt tisztán lásd, és ezt tisztán halld. A zen tehát rendkívül egyszerű. Sokkal kevesebb magyarázat, mint gondolnánk, és sokkal több munka és gyakorlat, mint sem előre láthatnánk Mindenki a gyors, hatékony és azonnal célba juttató utat szeretné. És kiderül, hogy ilyen nincs. Egyrészt azért, mert már mindannyian annak a bikának a hátán ülünk, amelyet keresünk. Ugyanazzal a tudattal keressük a megvilágosodást, amely végső soron meg, meg fog világosodni. Másrészt pedig végtelen sokáig tarthat az út, azért, mert a karmánkat annyira szeretjük a szokásainkat annyira megrögzötten követjük, és a legvégén, pont a cél előtt nem vagyunk hajlandók lemondani arról az önképről, arról a magamról, amelynek kétségbe esetten hisszük magunkat, és azt is akarjuk tudni magunkról. Úgy is akarunk maradni. Nem vagyunk hajlandóak végső soron változni, csak alkalmazkodunk. Teljesítjük a követelményeket. Engedünk néha a kényszernek. De a változás az a szabadságunk. És a szabadság a változásunk. Senki nem gátolhat meg benne, magunk dönthetjük el, hogy milyen irányban tesszük ezt. Nagyon fontos azt látni, hogy az emberi élet milyen rövid. Tehát akik éltek eleget, és esetleg már nagypapaként, nagymamaként ülnek itt, azok pontosan tudják, hogy. Igazából az idő akkor kapcsolt a legnagyobb sebességbe, amikor a gyermek megszületett. És amikor az unoka megszületett, akkor viszont négyzetre emelődött minden. Akkor még gyorsabban ment az idő. A természet nagy alkotó elemeihez képest a hegyek, a folyók, a tavak, az óceánok, egy ember élet olyan rövid, mint amennyit a moly repül a fény meglátása és a gyertyalánkban való elhamvadása között. Ez nagyon rövid idő néha pár másodperc. A kérdés az, hogy mit hajtunk végre ebben a nagyon rövid 70-80 évben. Mi az a változás, ami bennünk történik? Mi az a szellemi szabadság, amit elérünk? Mi az, amit innen tovább viszünk, mert amit tovább viszel innen, azt fogod egy következő életben kezdetként magaddal hozni a hátizsákban. Úgyhogy mire elég? ez a 70-80 év. Ha megnézed a kezdetet, az első 17-18 évet tényleg a nagykorúvá válással töltjük. Utána a kreativitás elsajátítása következik a tanuláson, munka, szakma és amikor a keresztül, és amikor a hivatás megvan, akkor ugye már illik az embernek megházasodni, letelepedni, és akkor olyan 34-35 éves kortól azért már illik a gyermekeket nevelni. Legalábbis a leghagyományosabb társadalmakban ez így volt, illetve ezek variációi voltak. Hogy 50 körül belátja az ember, hogy nagyon sok mindenen túl van már, az élet középválságán is túl van, a gyerekei felnőttek, és utána mi következik? Hát utána következik az a betakarítás, hogyha már itt a virágról beszéltünk, amit leszakítasz, azt fogod szagolni. Az biztos. És akkor elérsz olyan 60-65 környékére, és látod, hogy ugyan változhatnál, de már nem vagy elég hajlékony hozzá. Sem testileg, sem lelkileg. Kyung Ho a koreai zene egyik nagy pátriárkája azt mondta, egy törött szekér nem szalad akármilyen lovat kötsz Egy megöregedett test nem tud úgy gyakorolni, mint egy fiatal. És 68 éves korunkban érünk el így a 4 17 hez és amikor az ötödiket elkezded, akkor látod azt, hogy jó nagyapa és jó nagymama lehetsz, de ha addig nem honosítottál meg valamilyen szokást magadban, azon túl már nagyon nehezen megy, vagy egyáltalán nem még mindig lehet újítani. Vannak, akik 70 évesen körbejárják a világot, elkezdenek vitorlázni, jogázni tanulnak, stb. Ez mind szép és jó. De ezek külső formák és külső események. A lélekben mi tud változni? Magadban mi tud átfordulni? Az önképből mi tud még letisztulni? És ennyi idő után nem sok. Tehát nézd meg az életszakaszaidat, Nézd meg, hogy most hol tartasz, és hogy mit tudsz kezdeni azzal az idővel, amelynek a pontos hosszát nem tudja senki, de mégis még úgy érezzük, hogy van. Mit csinálsz azzal a pár évvel, vagy pár évtizeddel, amely még a birtokodban van? Milyen változásokat idézel elő magadban, milyen irányban mész? A buddha nem csak elérte a megvilágosodást, hanem át is adta a tant a tanátadásnak az első úgynevezett prédikációját. azt most olvastam fel. A második, az most következik, ez is Mahákási apához kötődik. Egy reggel a Budha a gyerekek palotája előtt ült. Sok tanítvány gyűlt össze, hogy meghallgassa a dharma beszédet. Mindenki a kezdésre várt, de a buddha nem szólt egyetlen szót sem. Az első sorban ültek a régi tanítványok, beleértve számos tiszteletre méltó szerzetest is. A novíciusok és a fiatal szerzetesek a hátsó sorokban ültek. Mahákás megérkezett, és előre ment a budha színe elé. Bár idős volt, csak nem rég lett szerzetes, ezért mindenki azt gondolta, hogy ez a cselekedet nem helyes részéről. De amikor a budha meglátta, arrébb mozdult ültő helyében, és megengedte, hogy Mahákás mellette foglaljon helyet mindenki meghökkent, és nem tudta mire vélni a dolgot. Ezzel a gesztussal mutatta be a buddha a dharma természet egyenlőségét. A dharma természet, amelyet néha buddha természetnek is szoktunk mondani, pontosan azt jelenti, hogy nektek, neki, a picirinek, aki még nem született meg, de megfog, a budhának, a szerzeteseknek és az összes pátriárkának, nőknek, férfiaknak, kicsiknek, nagyoknak, aki csak emberi testbe született, ugyanolyan esélye van elérni a megvilágosodást. Nincs különbség. Sőt, ez az egyetlen igazán közös dolog bennünk. Mindenkinek más az arca, más a termete, más a beszéde, a hangja, másképp gondolkodunk, érzünk és éppen ezért egyének vagyunk, és a maga nemében felcserélhetetlenek és pótolhatatlanok. Viszont van bennünk valami közös, ami azt mondja, hogy én. Ha az egyéni énképre gondolsz, az mind-mind különböző. De hogyha arra gondolsz, ami ezt kimondja, ahonnan ez az énkép származik, és ahová ez megnyugodva eltűnhet, az a buddha természet, az közös bennünk. Erre jössz rá akkor, amikor gyakorolsz. Ezt tapasztalod akkor, amikor meditálsz. A zen tehát rendkívül egyszerű, mert nem bocsátkozik különleges mentális gyakorlatokba, nem tagolja szét a lelket és a testet, a felső három csakra egyikét sem programozza újra, hogy te másképp gondolkodj, másképp érez, másképp beszélj. Nem mondja meg, hogy hogyan cselekedj hanem azt a tudatot tisztítjuk le a zen gyakorlat segítségével, amely által te szabadon eldöntheted, sőt ráérezhetsz, megtapasztalhatod, hogy ebben a pillanatban mi a helyes beszéd, mi a helyes gondolkodás, mi a helyes érzelem kinyilvánítás és mi a helyes cselekedet. Amikor erről van szó, akkor a Budha által negyedik nemes igazságként tanítottakat szeretem fölidézni, amely itt a nemes nyolcrétű ösvény. Elmondtam belőle most hármat, négyet. A másik négy, az egy kicsikét külsődlegesebb, helyes életvitel, helyes energiabefektetés, erőkifejtés, helyes cselekvés, helyes elmélyedés, helyes nézet. Mitől lesz ez helyes? attól lesz helyes, hogy a tudatod tiszta. Ha nem tiszta a tudat, akkor semmi sem tiszta. Képzelj el egy tükröt, amin egy vakfolt van, amin torzulat van. Ha a tükör elé bármit tennél, nem látott tisztán, mert ott, ahol a folt van, nem látszik semmi. Ott, ahol a torzulat van, a tárgy is torzultan látszik. Ezért az ember a tudatot tisztítjuk le, Elérjük igaz természetünket, megszabadulunk hamis önképünktől, és ebben a realizációban elkezdünk tisztán látni, tisztán tapasztalni. És ettől lesz a beszéd helyes, ettől lesz a gondolkodás helyes, az érzelmek és a cselekedetek is helyesek, mert nem valaki kívülről megmondja neked, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem te saját magad rájössz. Ezt hívjuk szellemi autonómiának, és a szellemi autonómia záloga az, hogy mindenkinek van erre lehetősége, ebben teljesen egyenlőek vagyunk, és ezt hívjuk buddha természetnek, avagy a megvilágosodás lehetőségének. Kinek van kérdése az gyakorlattal, a nemes nyolcrétű ösvényjel, az élettel, vagy bármivel kapcsolatban? A nemes nyolcrétű ösvényről úgy szoktál fogalmazni, hogy összefoglalva a helyes irányvétel Foglalja össze ezt az egészet. Így van, jól értettem, vagy. Igen. A helyes irányvétel és a tiszta tudat. Így van. Ezzel kapcsolatosan lett volna a kérdésem, hogy ezt, ezt helyesen értem-e, nem e Szerintem helyesen érted, de ez önmagában nem elég. Azért nem elég, mert a tapasztalat lesz az, és az okozati síkon való kipróbálás lesz az, amely bebizonyítja, hogy helyese vagy sem. Ennek a lényegi része az a QAN praxis amelyben hasonló történeteket és kérdéseket válaszolunk meg. Tehát igen, ha gyakorolsz, akkor el lehet érni a helyes beszédet, helyes cselekedetét és a többi. De a helyességet azt képezni kell, erősíteni kell, és ennek a tréningnek a része a közös meditáció, az elvonulás és az a fajta interjú, amit a zen tanítóval folytatsz. És amikor ez bekövetkezik, akkor láthatod azt, hogy mennyire tiszta a tudatod. A koanpraxis az olyan, hogy az élet feladatnál néha ötször, tízszer nehezebb helyzeteket kell megoldani. És ha az megy, akkor az élethelyzet is megy. Úgyhogy érdemes ezt körbejárni úgy is, hogy mit tudsz az interjú szobában, és hogyan működsz kint az életben. Ha mind a kettő rendben van, akkor helyes. Akkor az izányvétel is helyes, és a karma működése is helyes. Szeretném kérdezni, hogy a betegségeink mind karmikus eredetűek? Lehet előző életből hozott karmikus betegség, vagy csak ebben az életben? És ezt hogyan tudjuk felismerni, és mondjuk, hogyha teszem föl egy súlyosabb betegségről van szó, hogy az nem egy ebből az életből származó, vagy egy előző életből származó betegség? Elsősorban a... Karmának a használata, mint fogalom, nekem úgy tűnik, hogy az ö, számodra sorsként értelmeződik. A keleti, és egyébként a praktikus szóhasználat szerint a karma az csak ok és okozat. Tehát nincs olyan betegség, amely nem valamilyen karmának az eredménye lenne, mert ok nélkül nincs okozat, eredet nélkül nincs eredmény. Tehát minden jelenség valamilyen eredetből származik. És így a betegségek is ilyenek. Ez lehet egy megfázás, amit összeszedtél a tömegközlekedése három napja, és lehet egy krónikus betegség, amit összeszedtél a gyerekkorodban, és lehet mondjuk egy nagyon komoly hajlam, vagy beleszületett probléma, amit előző életedből hoztál magaddal. Az, hogy ez a múlt síkjáról származik, az másodlagos. A Buthát idézem: amikor egy nyillal meglőnek, akkor azt számít, hogy éjszakról vagy délről jötte, Hogy milyen toll volt benne? Hogy milyen fából készült? Talán inkább azt számít, hogy húzzuk ki a nyilat, és gyógyítsuk be a sebet. Tehát rá kell jönni a betegség valódi okára, és hogyha az a betegség most jelen van a testben, annak az oka most jelen van a lélekben. Mindegy, hogy honnan, mindegy, hogy mikor, mindegy, hogy milyen úton de észre kell venni, hogy most mi okozza azt. És ekkor meg lehet gyógyítani. Szóval tetszett beszélni az öregkorról is, hogy a, az ember valójában az a 65 év. Most jelen pillanatban én tényleg abban vagyok, hogy oda kerülünk, hogy már nem úgy vagyunk, mint éppen a fiatalok, hogy akkor nagyon mozgékonyak voltunk, meg minden ment. Most már kicsit meg kell gondolni, az ember mekkorát hajol, vagy emel, vagy stb. stb. A dolog az, hogy az én elképzelésem szerint azért az életnek is van egy bizonyos szabálya, amit be kell tartson, hogy tudja vinni tovább az életet. Ez, ez a szabály az, hogyha az ember így betartja, ez hogy tovább halladjon, vagy tovább tartsa meg a fizikumját, hogy ilyen szempontból, hogy... Igen, mert ha úgy érezzük, hogy helyesen teszünk, ha az élet szabályai szerint cselekszünk, ha továbbadjuk az élet értékeit a következő generációnak, ez energiát ad. Ez a hit, amikor beválik a gyakorlatban, az életben. És ez energiát ad, életkedvet ad, ez nagyon sok mindenben a test életét is meghosszabbítja, mert az ember látja, hogy felismerte a törvényt, helyesen használja a törvényt, továbbadja a törvényt, és ekkor van miért élni. Szóval még azon a kérdésem, hogy a hit és az a bizalom, ami van, ez idővel kezd lassan gyengülni a kicsit nem éppen akkor, mert a test is fizikailag gyengébb. Ezt lehet, -e? már fiatalítani már nem lehet. A testet fiatalítani nem lehet, de a lelket azt igen. Igen. És ezt a tudatossággal, hogy mindig tisztán látok, tisztán érzek, tisztán gondolkodom, és rájövök, hogy a test az nem én vagyok, de az az én járművem. Tehát a sofőr felelősséggel tartozik a járművéért. Legyen az teherautó, kisautó, motorbicikli, teljesen mindegy. De nem vagyok a jármű. Egyszer ki kell kapcsolni a biztonsági övet, ki kell nyitni az ajtót, és kiszállni, engedni, hogy ezt a járművet evigyék a telepre. De aki ragaszkodik a járműhöz, aki a gyárműben keres menedéket, az a félelmét nem tudja leküzdeni. Mert tudja, hogy amíg a járműben van, amíg nem kapcsolja ki a biztonsági övet, amíg nem merik kinyitni az ajtót, addig fennáll a vesz, hogy őt is a telepre viszik a járművel együtt. Tehát ahogy a test öregszik, úgy kell szép lassan leválasztódni a testről, és használni, de nem abban bízni, hogy azt fog megtartani. A lelket a tudatosság tartja meg, a jelenlét tartja meg. Át lehet menni a túlvilág kapujára félelem nélkül, de csak akkor, ha tudjuk, hogy a halál és a szenvedés nem ugyanaz. A szenvedéstől mindenki fél. A szenvedést mindenki el akarja kerülni. A szenvedést mindenki meg akarja oldani, magának is és másnak is. De a halál az egy olyan természetes dolog, amely pont akkor keletkezett, amikor megszülettünk. Nem előbb, nem később. Jegyet váltottunk az egyikre, a másik oldalán ott van a másik. Úgyhogy ettől nem kell tartani, csak a megfelelő tudattal kell átmenni ezen a kapun is, és a lélek tudatossága, a magunk és a mások helyes látása segít feloldani a félelmet. Az első nagy oldás akkor, kezdődik, amikor látjuk, hogy elkerülhetetlen, sőt, nem is rossz, nem is jó pont, és olyan, mint hogy befelhősödik az ég, és előbb-utóbb esik az eső. Aztán eláll az eső, és kisüt a nap. A fáknak nem fáj, hogy elhullatják a leveleiket, és amikor a facsemeték kihajtanak, nincsen külön örömmámor. Az nekünk van. Ne nekünk van majálisunk. Minden rendben van ezzel, csak válasszuk el, ezt a két fogalmat, hogy halál és szenvedés. És akkor rendben van? Köszönöm szépen. Szívesen. Az a kérdésem, hogy megváltoztatható az ember, az alaptermészete? Tehát az ember alaptermészete? Mi az ember alaptermészete? <hül> hát van olyan ember, aki, aki már alapból kedvesebb. Azon akkor nem kell a változtatni. A... Kedves, szeretjük. Vidám, Igen, azt is szeretjük. Direkt nem akartam a negatív... De a miért? Felelni. Hát olyan Én nincs, az hogy, nem hogy morózus, hogy, hogy vitatkozik, hogy, hogy nem ért veled egyet. Hát ilyen is van, nem? Hát hogyan tudunk rajta változtatni? Lehet cél a változtatás? Hát persze. Hát hogyha a saját változásunk cél, akkor a változtatás is cél. Mi az a közös nyelv, amely minden ember számára érthető, sőt, inkább érezhető... Ez nem zsákba macska, ez nem kóan, ez ennél egyszerűbb. Ez a szeretet nyelve. Csak is a szeretet tüzében tud egy másik ember karmája felhevülni annyira, hogy aztán egy újabb karakterben újabb formát lehessen belőle önteni. Tehát szeretet nélkül nem megy. Se az élet, se a változás, semmi. Tehát ha nincs meg az alapvető bizalom a másikban, és nincs személy közötti, nagyon komoly szeretett energia, akkor nem fog változni senki, hogy mindenki behúzódik a saját kis lövészárkába, és onnan lövi a nyilait, meg a golyócskáit. De akkor nem változtatható mindenki. De mindenki megváltoztatható. Minden karmának megvan a pinkódja. Csak meg kell találni. És ha nem találod, akkor pukk. Tehát a helyes úttal kapcsolatosan az a kérdésem, hogy honnan ismered fel? Onnan, hogy Vagy van egy hibát? gyakorlati felismerhetőség benne? Onnan, hogy nem követsz hibát. Onnan helyes. Hát például el akarsz menni Marosvásárhelyre, hát honnan tudod, hogy a helyes úton mentél? Hát, hogy eljutsz oda. Honnan tudod, hogy helyes kapcsolatod van egy emberrel, hogy mind a ketten boldogok vagytok? Nem feltétlenül mindig vagytok boldogok. Hát, hát így nehéz, az biztos, de hát... Ez a max. De van egy alapvető bizalom, szeretet, és ünnepnapokon talán boldogság is. <laughs> ja. És ha most konkrétan a tevékenységre gondolok, hogy ki mit csinál az életében? Hát nézd meg annak az okozati síkját. A nemes nyolcétősvényben benne van az, hogy helyes életvitel, ugye? De a helyes életvitel az nagyon egyszerű, tehát nézd meg, hogy nem ártó foglalkozást űzni, nem okozni kárt se környezetnek, se embernek. Ez a helyes életvitelbe beletartozik. Tehát nézd meg, ha azokkal társulsz, akikben bízol, és olyat teszel, amiben okod van hinni, az ok az, hogy látod az eredményét. Nem szenvedést okoz, hanem például mondjuk boldogságot. Nem mindig, csak néha. Akkor azt helyesnek kell mondanunk. <laughs> Tehát elmondom azt az alapvető két fogalmat, amelyet ismerhetsz, de nem árt felidézni újra. A Buddha azt mondta, hogy báva, duka, tehát a báva a szenvedés, a báva az a létesülés. Szó szóval szerint, amikor a lélek fölveszi a testet, akkor belép a szenvedés birodalmába azért, amit az előbb elmondtam. Innentől kezdve nagyon világos, hogy a dukának van egy ellentéte, ezt tudják, hogy szukka, ez a harmónia. Ez az, amikor nem szenvedünk a mulandóságtól, feltételhez kötöttségtől, tökéletlenségtől. Nem szenvedünk attól, hogy nincs meg az, amire szükségünk van, vagy olyan dolgunk van, amire nincs szükségünk. Nem szenvedünk attól, hogy olyan társaságban vagyunk, ahol nem szeretnénk lenni, és olyan társaságban vagyunk szerencsére, ahol lenni szeretnénk. Amikor ezek így megvannak, akkor a szenvedés elmúlik. Tehát amikor helyes úton jársz, amikor helyesen cselekszel, akkor a szukka a harmónia állapotában vagy. És az egy általános felismerés, hogy ezt a szukkát, ezt a harmóniát, ezt csak energia befektetéssel lehet föntartani. Ezt csak újra tudatosodással lehet föntartani. Tehát energia és információ befektetésével tudod a szukkát újra teremteni minden pillanatban, mert tényleg feltételezködött, és a feltételek változnak, Mulandóak vagyunk, tehát újra kell tölteni a tartályokat, és mivel tökéletlenek vagyunk, ezért újra és újra meg kell újítani azokat a, a sztenderdeket, azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel a feladatokat megoldhatjuk. Úgyhogy ez egy dinamikus állapot, nem statikus. Nem tudod a helyest így felbélyegezni. Három példány, aláírtam, végzés, köszönjük. Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor kiadmányoznánk, és akkor a helyes életvitel az így törvénybe iktatható lenne. Na ezzel sokan próbálkoztak, ilyen vastag könyvek lettek belőlük, és rá pár évtizedre vagy pár évszázadra egy iszonyatos szenvedést meg. Úgyhogy itt az iratlan törvényről van szó. Itt a tudat közvetlen felismeréséről van szó. Itt a lélek közvetlen látásáról van szó, nem pedig arról, hogy egy előre elkészített kótából ugye lejátszom az örömódát, vagy a békeszimfóniát. ez egyszerűbb, mint gondolnánk, de több erőfeszítést igényel, mint amit szeretnénk. Látában így van. Tehát lényegében érzékeled, érzed, hogyha a helyes úton vagy? Is. Mi az, hogy is? Tehát látod is, érzed is, néha tapintod is, gondolhatod is, és cselekedheted is. Tehát ez nem csak az érzelemre vonatkozik, mint visszacsatolási felület. Azért is kérdeztem ezt, mert hogy mi van akkor, hogyha, tehát általában azt mondják, hogy ha a, a dolgok körülötted gördülékenyen mennek, érzed, hogy jól haladsz, nincs akadály különösebben előtted, akkor valószínűleg a helyes útadon vagy. Nem biztos. Erre vonatkozna a kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha valóban azt érzékeled, hogy lényegében a, a, dolgok azt igazolják vissza, hogy te a jó úton jársz, hogy működnek a dolgok, hogy előre haladnak a dolgok, viszont van egy nagy kontraszt a között, amit látsz, és amit érzel. Meg kell állni, akkor és nem kell előre menni olyan gyorsan azon az úton, mert lehet, hogy nagyon-nagyon korlátozott tartományból kaptál visszajelzést esetleg a körülötted lévők azt mondják, hogy persze, nagyon-nagyon jól csinálod, de hogyha mondjuk más embereket is megkérdezel, akkor már nem ilyen egyértelmű ez. Vagy egy-két évig nagyon jól megy az azzal a stratégiával, amit kidolgoztál, de három-négy évvel telik, és akkor kiderül, hogy nem. Akkor már kiég az ember, vagy az irányvétele is megváltozik. Milyen hosszú távon lehet ezt helyesnek mondani? Milyen forrásból jön a visszaigazolás? Te magad mit látsz belül, mit érzel belül, mit gondolsz belül, a racionalitás mit jelez vissza, az intuíció mit jelez vissza. Ezeket mind-mind ki kell tenni az asztalra. Ezeket mind-mind tisztán kell látni. És mindenkivel előfordult már, hogy itt gyomorszáj tájékon, ahol a napfonat van egyébként, taoistáknak középső égető. Mint hogyha ilyen gombos párnát szúrtak volna bele, és nem tudtad volna, hogy miért. Hát az volt az a félelem, amit elfolytottál a keletkezésének a pillanatában. Ami azt érzékeltette veled, hogy itt valami nincs rendjén. De gondolatilag minden ott volt. Érzelemben, uh, még jobban. Cselekedetben, perfekt. Csak csinálod három, 4 5 6 évig, és hirtelen akkor neki mész a falnak. De ezt a szervezet jelezte, csak azon nyomban tudatküszöbb alá rendelted a negatív visszajelzést, mert annyira bíztál az éppen előtted heverő ugye, tényben, vagy annyira szeretted volna a vágyaidat kielégíteni, vagy annyira bíztál abban, hogy ez most jó. Tehát a gondolkodás, vagy az érzelmek elnyomták ezeket a jelzéseket. És akkor nincs. Akkor ez a finom jel, ez elmegy. A karmádnak a zaja elnyomja. Meg kell állni, és befelé kell nézni. Ez két szakszó, ezt nem valaki kitalálta. Tehát a meditáció azt jelenti, hogy állítsd meg a tudatot, és nézz befelé. És enged, hogy a finom visszajelzés megérkezzen. És mi van, ha tényleg jó az út, csak én állítok gátat magam elé? Akkor pont ez történik, amit elmondtál. Le kell bontani a gátat, de nem az útszéli két korlátra kell, kell ezt érteni. Az a két korlát az útszéli azért van, hogy ne menjél bele az árokba vagy a szakadékba, vagy a tóba. És nézd meg azt, hogy nem szeretünk korlátok között élni, de a határainkat szeretnénk meghaladni. Tehát győzd le az akadályaidat, de ismert fel a határaidat. Itt most senki nem gyúr arra, hogy szabadon repüljön csak a kis magára szerelt szárnyak segítségével. Ezt már a 17. században Olaszországban nagyon sokan eljátszották, és egyik se élte túl. Nem a lehetetlent kell megpróbálni hanem a lehetségest kidolgozni. Eljutottunk a korlátokhoz. Hogyan lehet ezeket a korlátokat gondolati, érzelmi, akár fizikai, tehát mindennemű korlátokat ledönteni, megsemmisíteni? Megszűnünk a fejünket a falba verni, ez a legelső. Tehát a korlátok ilyen falaként szoktak elég magasodni, és azt hiszük, hogyha a kellő akarattal a fejünket beleverjük a falba, és bebizonyítjuk a világnak, hogy tudunk ettől vérezni, akkor valahogy a fal majd leomlik. Ez helytelen magatartás, és nagyon rövid távú. Minden falon van egy ajtó. Minden korlátnak van egy olyan uh, látásmódja, hogy hogyan raktad azt össze. Legelső dolog az, hogy meglátod, hogy hogyan teremtetted a saját akadályodat. Hogy Benned van a kulcs, nem bennem. A saját akadályodat te teremtetted, és benned van a kulcs, az a tisztánlátás, amellyel ezt felismerheted. És ekkor meglátod a falon az ajtót. Az ajtón a kulcsjukot, utána a kulcsot is megkeresed, és beleteszed az ajtóba, kinyitod, és utána merj belépni. A legszomorúbb az, amikor nem merünk belépni azon az ajtón, amelyet oly nehezen nyitottunk ki. Miért? Mert félünk attól, ami mögötte van és kiderül, hogy az az ajtó csak neked van nyitva. Csak te nyithatod ki. Mert a tiéd, a te sorsod, a te életed, a te lehetőséged. És ha nem nyitod ki, senki nem nyitja ki rajtad kívül. És ott van, ott van az ember a lehetőséggel a kezében, be kéne tenni a zárba, el kéne fordítani és kitárni az ajtót, de nem tudod, mi van mögötte. Megszoktuk a korlátainkat. Megszoktuk az akadályokat. Megszoktuk a félelmeinket. És inkább elbújjunk a pici kis kényelmi zónánkba, és nem küzdjük le ezeket az akadályokat, nem bontjuk le a korlátokat, mert félünk attól, hogy mi lesz, ha a nagyobb szabadság mellé nagyobb felelősség is párosul. Tessék nyugodtan megkeresni a kulcsot, kinyitni és tovább lépni. Megvan az? Ott belül? Köszönöm. Egyéb kérdés? Ugye azt tudjuk, hogy minden a szeretet állapotából nyilvánult meg nekem. Az lenne a kérdésem, hogy a, a szenvedés, amit látunk ezen a, ez a világon, ez globálisan karmikus vagy mindenkinek egyéni? Mert ugye, amilyen hatalmak irányítanak minket, az nagyjából nem nagyon tudunk mi beleszólni alapvetően a kérdés legelső felét egy picit javítanom kell. Az előbb általam azt hangzott el, hogy a szeretet nyelve az, amely mindegyikünk számára közös, de az nem jelenti azt, hogy minden karma ebből következik. Nagyon sok mindent csinálunk mi, amely nem szeretetből fakad, és pontosan ezért szenvedünk és szenvedtetünk. A második része a kérdésednek. A nagyhatalmak egy csomó mindent és mindenkit irányítanak, de téged csak akkor, ha hagyod. Tehát gondolom nem egy nagyhatalmi végzés volt az, hogy ma te eljössz egy zene előadást meghallgatni, így van? Ezt egy ö, saját <tört> személyes döntés alapján tetted? Ehhez nem kellett nagy hatalom. Akkor nézd meg, hogy az életterületek hogy alakulnak, és bizony vannak olyan életterületek, ahol kisebb vagy nagyobb hatalmak befolyásolják a helyi adminisztrációtól kezdve az országos vezetésig az európai szerződésekig, stb. Egy csomó minden befolyásolja az életedet. Itt nem egyéni vagy csoportos karmáról beszélünk, hanem egy együttműködésről, ahol egy csomó egyéni és csoport jelen van, és együttműködik. A karma itt megint csak nem sors, hanem felhalmozott szokás tömeg. Tehát a cselekedet és annak ismétlődése, a beszéd és annak ismétlődése, a gondolkodás és érzelem és azok ismétlődése, az ismétlődéseknek szokásokká való tömörülése, a szokások személyiségé való összeállása, a személyiségeknek csoportá, családdá, társadalommá való összeállása, a társadalmak pedig emberiség állnak össze. Tehát ez így, dinamikusan szemlélve, ez a karma. Ez eloszlik persze múltra, jelenre és jövőre, de az európai szemléletben az egyik legnehezebben megváltoztatható nézet az, hogy a karma az nem a sorsod, a karma az a lehetőséged, a nyersanyagod. Tehát a szenes kocsi az nem lassítja le a mozdonyt. Abban van a tüzelőanyag, és az a dolgot, hogy a jelenlét kazányába bepakold a múlt, a jelen és a jövő szenét. És akkor halad a mozdony. Tessék kreatívan és dinamikusan szemlélni azt, amit magadban és a világban találsz. És akkor nem csalódsz sem magadban, sem másban, sőt nem kívülről várod a megoldást. A karma az nem sors. Az átlátatlan karma az a sors. Jó? Pont érdekes, mert velem most 30 éves koromban történt, történt egy elég komoly motoros baleset, és végig tudtam nézni, hogy miket hibáztam, és hogy mi miért történt. És nem büntetésnek fogom fel, hanem egy feladatnak, amit meg kell oldanom és ezáltal másoknak fogok tudni segíteni, hogyha ezt be tudom, el tudom, meg tudom csinálni. És a karmát én így, én így értelmeztem, hogy minden új ok és okozat. És tehát szó szóval szerint ilyen lehet, hogy felvállalsz egy ilyen dolgot, hogy megted másokért, vagy csak a te hibáid miatt, meg a dolgok miatt történt ez. Ebből a vállalásból fakad majd a szemléletváltás. Ez a legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy a karmádat a kezedbe veszed, meglátod a működését, szanszkitul a tatváját, és ebből a törvényt megtapasztalod. A törvény pedig itt nagyon egyszerű. Ha a pillanatot uralod, mindent uralsz. Ha elveszíted a pillanatot, mindent elveszítesz. És egy baleset pillanatában mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy jelen voltál. És az, hogy mi vitt el a jelenből, mi volt az, ami a tisztánlátást, a mozgást, az ítélőképességet, a megkülönböztetést befolyásolta, az egy komoly munka, és azt, azt ki kell venni mindenképp az én képből. Úgyhogy látod, hogy te tetted, de mégsem vagy vele azonos. Ez egy olyan paradoxon, amit az előbb mondtam, hogy látod, hogy a járműben ülsz teljes felelősséggel, vagy járművön, de az a jármű mégsem te vagy. Ez igaz a testre, igaz a motorra, igaz mindenre, amely nem az igazi önvaló. Tehát használjuk ezt, és ha helyesen használjuk, akkor magunk és mások is a megvilágosodás útján haladunk. Ha nem helyesen használjuk, akkor egyre inkább belesüljedünk az illúziók világába és abba a sötétségbe, ami az érzékszervi kötődéssel kezdődik, és a teljes meghatározottsággal folytatódik, és valójában nem ér véget, hanem szépen egy negatív spirálban megy lefelé, egyre mélyebbre. És amikor azt mondta, hogy elég, akkor kezd ezzel feléjönni. jönni. Hogyha megnézzünk szenvedélybetegeket, akkor nagyon jól látható az a fordított harangörbe, amint keresztül mennek, akkor függőktől kezdve kábítószerfüggőkig és egyéb, például internetfüggők. Nem tudni mi, de a harangörbe legalját az adja, hogy egyszer azt mondja, hogy elég. És akkor elkezd a gyógyulás vagy megszabadulás útján járni. Az illúzió fogalmát próbálom nyomon követni, vagy megfogni az életemben. És uh, több szinten is figyelem a formavilág szintjén, tehát a környezetemben lévő tárgyak, a jelenségek szintjén és a hozzávaló, hozzájuk való viszonyulásom szintjén. Hol itt az illúzió? A szék az nem illúzió. A viszonyulásom? viszonyulásom illúzió? A ragaszkodásom illúzió? Hol van itt az illúzió? Az illúziót lenne, ha azt gondolnád, hogy a szék örökké tart, hogy a szék jó vagy rossz, ha nem úgy használnád a széket, mint széket, tehát nem ülésre, vagy esetleg ráállásra. Tehát a róla alkotott képzetek miatt lesz az illúzió, és nem attól, hogy a szék a szék. A zen az nagyon világosan kifejti a jelenségek természetét, ezt adhatának, vagy ilyenségnek mondjuk, és a jelenségek ilyenek, éppen ilyenek. Ami ennek látod őket, hallod őket, de ami ennek gondolod őket, na ott már kezdődik az illúziógyártás. És a közvetlen tapasztalás az egyetlen, amely meggyőzhet arról, hogy az érzetek közül mely valós és mely illuzórikus. Ez tárgyak esetében nagyon könnyű. Nem tettethetem azt, hogy ez tíz tonnát elvír. Nem tettethetem azt, hogy ez fémből van nem mondhatom azt, hogy ez nem éghető. Emberek esetében ott a legkeményebb. Tehát egymással szemben és magunkkal szemben tápláljuk a legnagyobb illúziókat. Sokkal nehezebb az embert kiismerni, mint a világ bármely egyéb részét. Úgyhogy tisztán lássunk, tisztán érezzünk, tisztán gondolkodjunk és cselekedjünk, és akkor a másik jeleit is tisztán fogjuk. Igen, ennek az illúziós kérdésnek az apropóján, hogy az emberi kapcsolatok vagy az embereket milyennek látjuk. Ezzel kapcsolatban nekem nem is sokszor megfogalmazódik, hogy de attól függetlenül, ha valaki hiszt is, akkor hiszt is. Tehát, hogy ez, hogy olyannak lásd, amilyen, ez mettől meddig tart? Tehát, hogy valaki vidám, mint ahogy... esetleg meg szoktad nyugtatni? De hogy az akkor már mienség, vagy, 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 vagy akkor ő olyan? Olyan, Mert ezt soha nem tudom eldönteni, hogy mi az, ami már illúzió, amit mi rakunk hozzá, és mi az, ami a, a valós Az vég. illúzió az, amiről azt hiszed, hogy úgy van, azt közben dehogy. Hát de ezt honnan tudod? Nem értél még eleget, hogy lássad, hogy amit nem hittél helyesen, amit csak elgondoltál, de mégse volt úgy, hogy az volt az illúzió? Hát nézd meg, ha valaki sír, akkor meg lehet vigasztalni. Ha valaki éhes, enni lehet neki adni. Ha valaki szomjas, inni adunk neki. Tehát ezek az állapotok nem illuzórikusak. Amikor azt gondolod, hogy valaki boldog, de közben szenved, az illúzió. De arról mikor tudod azt, hogy helyesen látod? Onnan, hogy meg tudod oldani. Nagyon sokszor van az, hogy valaki éhes, de inni szeretnék neki adni, mert mi úgy látjuk, hogy ő szomjas. Akkor rosszul láttuk. Akkor illúziót tápláltunk a valóság helyes felfogása helyett. Ha az ember szeretett cselekvéseit sokszor meggáncsolják, egy olyan közösségben él, ahol nem nagyon szeretik a helyes útat, de megáltalkodottságuknál fogva ezeket folyton elgáncsolják, akkor mi a teendő? Két eset lehetséges, vagy elmész, és keresel egy olyan helyet, ahova jobban be tudsz illeszkedni, és jobban el tudod fogadni a közösség normáit, és a közösség jobban elfogad téged, vagy ott maradsz, és harcolsz azért, amit értékesnek tartasz, vagy pedig behódolsz. Tehát mennyit ér az neked, hogy bízol önmagadban? És sietek hozzátenni, érjen nagyon sokat. Hogy ne önfejűségből, önzésből, makadságból történjen ez, hanem abból, hogy te a világot megfelelően látod, és abban hiszel, amiben okod van hinni. És ha ez így van, mert a tapasztalat alapján hiszel, és nem valami dogma vagy ide alapján hiszel, akkor előbb-utóbb azokkal tudsz társulni, akikben bízol. A kettő összefügg. Azokkal társulj, akikben bízol. Olyat tégy, amiben okod van hinni. És ez az ok, ez teljesen közvetlenül visszacsatolásból származik. Amit látsz, amit hallasz, amit tapintasz, érzel, Másokból tapasztalsz, és nem abból, amit az ember főleg a racionális vagy kicsit karizmatikus tudatával helyesnek, mindenek fölött igaznak gondol. És ekkor eldöntheted, hogy a közösség normái helyesebbek, vagy pedig a saját életelveid helyesebbek. És hogy nem gyártott elveket követni, hanem a környezet tapasztalatait alapján cselekedni? a saját tapasztalaid és a környezet tapasztalatai alapján egyaránt. Ez a nehéz. Ha külsőre és belsőre bontod a világot, és csak az egyiket veszed alapul, akkor a másik sérülni fog. A szenvedés számomra, a, az én szenvedéseimnek egyik forrása az, hogy néha úgy érzem, hogy nem azoknak az embereknek a, a társaságában vagyok, akik, akiknek a társaságában esetleg lennem kéne, és ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy honnan tudom felismerni, hogy ez nem csak egoitás, vagyis nem csak, nem csak az, az én elvárásaimnak, amik esetleg irreálisak a be nem teljesülése, vagy tényleg az, az van, hogy nem ott vagyok, ahol lennem kéne, és nem azt csinálom, amit esetleg csinálnom kéne kreatív formában szeretném a kérdést újra fogalmazni. Tehát mi történik, ha olyan emberek társaságában vagy, akikben bízol, és ahol szeretnél lenni? Nézd meg, hogy az a társaság, ahol láthatóan közös tevékenység is van, mert közös gondolkodás is van, esetleg közös érzelmi mező is kialakul, ha közösen cselekedtek, akkor mi lesz? Mindenki boldog lesz, mindenki gazdag lesz, mindenki elszegényedik, mindenki börtönbe megy, mi lesz? És akkor az nagyon világos, hogy helyese vagy helytelen. Tehát akinek ilyen belső orientációs problémája van, és nem tudja, hogy mit válasszon, akkor próbálja meg a legerősebben ordító gondolatot megragadni, és a legigazabbnak vélt szándékát közösségben megélni. Más emberekben viszont látni látni azt, hogy mi történik, ha közösen ebben az irányban megyünk. Sokkal hamarabb fel lehet fedezni, mint hogyha az ember úgy magában kételkedik, gondolkodik, nem jön ki a szobájából, csak ugye gépelget, és megpróbálja az életútját kiguglizni, az úgy nem megy. Mi a dolgom ebben az életben? Próbált ki, iszonyat érdekes válaszok jönnek. Próbáltam. Sokszor elhangz, elhangzik az, hogy a, ha valaki éhes adjunk enni, ha valaki szomjas adjunk inni. A, és hogy ezt, ezt együttérzésnek nevezzük, hisszük. És helyes cselekvésnek is. A, mennyire konstruktív, mennyire hosszú távú az, hogyha én kimegyek az utcára, most idézőjelben mondom, vagy ideális esetben, kimegyek az utcára, és látom, hogy éhes, akkor adok egy kiflit neki. Probát és ezt minden ki. nap megcsinálom. Nagy, nagyon érdekes dolog következik be, elkezd az illető hozzád kötődni. Épp erről beszélek, hogy ez a megoldás, ez az együttérző segítség neki, vagy hol, hol, hogy tudom én azt elérni, hogy ő túllépje azt az állapotot, amiben ő hozzám kell kötődjön? Adtál neki egy hogy kiflit, ő... de mit nem adtál meg neki? Miért kezdett el kötődni hozzád? Tehát meg tudod neki adni a szabadságot? Az önállóságot? A helyes cselekvést? Lehet, hogy ez fontosabb, mint a kifli. Tehát első körben persze kiflit érdemes így adni, nagyon nagy, vallások kenyeret adtak, ugye, és mellé utána egy olyasféle használati utasítást, azt a féle gépkönyvet, amelytől egészen más életútjuk lett, mint hogyha ők szabadon döntöttek volna. Tehát mire éhes valójában az ember? A testészség az a kisebbik része, a lélekészsége sokkal nagyobb. Tehát világos, hogyha valaki ott szenved és összetört, kéhezett egyebek, akkor fizikai táplálékra menedékre és egyébre van szüksége. Ezt nagyon rövid idő alatt megkaphatja. Rövid idő alatt fizikailag jó állapotba kerülhet. Pár nap, pár hét és cselekvőképes. De az ésség nem múlt el, a lélek még mindig keresi az útját, sőt, mivel helytelenül kereste, nagyon könnyen ilyen helyzetbe lehet jutni. Utána mit adsz neki enni? A tudatnak milyen táplálékot adsz? És itt a következő lépés, mert ha engeded, hogy a fizikai ellátáson keresztül kötődjön hozzád, akkor lefokozod. És vannak, akik szeretik ezt a lefokozást, sőt, lefokozottságot godóra várva, tessék a drámát felidézni. Két emberpárról van szó, és az emberpárok elrendezése az egyik egy fájdalmasan horizontális, és egy fájdalmasan vertikális. A lak és a poz az a fájdalmasan vertikális, egy olyasféle borzasztó hierarchia, amely vállalhatatlan, és ide le lehet fokozni egy embert. És az Esztragon és a Vladimir ő egy működésképtelen horizontális. És mind a kettő szemvel. Tehát ez az élet keresztje, amikor se a vertikális, az alá is fölé rendelt, sem pedig a horizontális, a teljesen mellé rendelt, nem működik. Mind a kettő működésképtelen. És a 20. század életének, vagy életvitelének, emberiségének az abszurditása benne van ebben a drámában. Ne engedjük azokat az autonómiákat megszűnni, amely az emberek önálló útválasztását lehetővé teszik. Tényleg ad meg neki azt, amire tényleg szüksége van ahhoz, hogy önálló életet éljen. A segítség nem jelentheti azt, hogy elveszed az önállóságát, és annak Azt szeretném kérdezni, hogy... Mi az ego és mi a szerepe egy ember életében? Az egoitás az a hamis önképnek a befeszülése és bekeményedése. Tehát a olyasféle a szabdalt világ abszolúttá válása, amikor te egy változtathatatlan ént tapasztalsz magad helyett, és egy változtathatatlan világot tapasztalsz a való világ helyett, és a kettő közti kibékíthetetlenséget állandóan éled. Ez az egoitás. A jó hír az, hogy az ego az nem egy önálló létező valahol a tudatban. Különben ego műtétet lehetne végrehajtani lézerrel, vagy késsel, vagy akár. Mivel kivágják belőle, butha köszönjük. Nem, az ego az egy hozzáállás, ez egy attitűd. Az a fajta énség, amely például mindent a világra projektál, ami negatív, és mindent magába olvaszt, ami pozitív mert már ő tudja, hogy mi a pozitív és a negatív. Ez a tipikus, én vagyok a legjobb, mindenki más rosszabb. A hibás az összes problémáért, én nem csáltam semmit. Ilyenek, tudod? Nagyon-nagyon komoly önzés és szűklátokörűség kell ahhoz, hogy az egoitás kialakuljon. Tehát az egy attitűd, az egy hozzáállás. És ezt le lehet gyalulni magunkról. A zen praxis, mivel csoportos gyakorlat, úgy működik, mint amikor a krumplit, azt nem egyenként hámozod, hanem beletolod körülbelül egy nagy lavornyi vízbe, a sok kiló krumplit, és egy bottal elkezded őket kavarni. És bizony ledörgölik egymásról a sarat, a földet, a hely nagy részét. És a csoportos gyakorlat az ilyen. Tehát pont azt az egókérget gyal, gyalulja lerólad, amitől a világ szenvedésé válik amitől illúzióvá válik, és az elkülönült, elszigetelt én, és a másokkal való kibékíthetetlen, harmonizálhatatlan viszony, ez az egoitás. Az, hogy van egy önképünk, van egy személyiségünk, az teljesen rendben van. Ha az önkép az helyes, ha akkor a világkép is helyes. Világos, hogy van egy személyiségünk, amelynek tulajdonságai vannak, amelyet mi felelünk, amelynek szabadsága és felelőssége egyaránt van. De hogy ez mi módon jön létre, mi módon változik, és az elemei mi módon bomlanak le, az már a darma, az már a törvény ismeretéből fakad. Legyen meg mindenkinek az egészséges személyisége, lehetőleg egy egyévállás tapasztalattal is fűszerezve. Legyen meg az, hogy én milyen szerepet játszom a közösségben, a csoportban, de mentsük meg egymást a szilárd abszolút értékű. Egoitás kialakulásától, mert akkor aztán az ölbutítást nyomorba dönt. Tehát most kezdem igazán az életet, most uh, nősültem meg. Szeretném azt hinni magamról, hogy felnőtt vagyok, bár ez nem mindig így van, és erősen van, 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 amikor úgy azért kritizálom erőteljesen a szüleimet, meg vannak tulajdonságok, amikre úgy azt mondom, hogy hú, hát ez bennem biztos, hogy nincs meg, aztán jön a a tapasztalat, hogy már pedig megvan. Azt is próbálom cáfolni mindig, hogy engem már pedig nem érdekel, hogy ők mit gondolnak, nem érdekel a véleményük, és, és, mégis vannak pillanatok, amikor azt tapasztalom, hogy igenis rettegek attól, hogy nem tudok megfelelni, vagy nem tudok jó gyerek lenni. És hogy az a kérdésem, hogy ez, hogy, hogy ez, ez, miért van? Tehát, hogy vagy kell -e ezen változtatni, vagy hogy lehet ezen, ez szüleiddel Nem, nem, nem lakom velük. Okay. Közel lakom hozzájuk, de nem lakom velük egy térben. Tehát ez az önállóságnak már a fizikai része. A lelki önállóság pedig az, hogy minden helyzetben megfelelő kapcsolattal bírja a környezetet felé. Tehát a feleséget felé férként nyilvánulj meg, és ne egy olyan fiúként, aki az apa és az anya elvárását szeretné teljesíteni a feleség felé vagy egy olyan vőként, aki az após és az anyós elvárását szeretné teljesíteni a feleség felé, mert az még lehetetlenebb. Apu és anyu jobban ismert téged sokáig, mint te magad. Mi a fontos, hogy az önismereted az több legyen, alaposabb legyen, jobban működjön, mint a szüleid rólad alkotott képe. Akkor tudsz igazából a magad ura lenni. Próbálhatunk mi függetlenedni a szüleinktől, ha ők jobban látnak minket, mert ők jobban ismernek minket, mint mi saját magunkat, akkor állandó kisebbségi érzésünk lesz. Mi segít ezen? Az utazás. El kell jönni otthonról. El kell jönni a szülők közelségéből. Meg kell járni az élet útját részben és egészben, most már párosan, ugye? És ez az utazás segíteni fog abban, hogy még jobban összecsiszolódj a pároddal, és még inkább felnőttnek éld meg magad. Be kell járni az élet útjait. És akkor nem lesz baj, hogy apu és anyu elmondja, hogy szerintük neked milyennek kéne lenni, mit kéne csinálnod, mert már megvan a saját szellemi alapállásod, és akkor nem utasítod el, gyönyörűen szelektálsz. Végig hallgatod. Akkor nem lesz gond, de amíg úgy érzed, hogy bármi módon alárendelt szerepet játszol, akkor ne befolyásolj. Édes kisfiam, mi nem befolyásolunk téged, mi jót akarunk neked. Hát ezzel ki lehet kergetni a világból. Nézd meg azt, hogy az önállóságod min múlik. Tisztánlátás, külvilágban vállalt szerep, szellemi és fizikai önállóság, és kész. Akkor bárki mondhat bármit, sőt, bárkitől tanítást tudsz kapni. Beépíted az életvitelbe, gazdagodtál, elutasítasz valakit, mert félsz tőle, félsz a megszólalásától, félsz a visszacsatolásától, már alárendelted magad. Egyenesen előre az életország útján, és nem egyedül. Lehet, hogy naivnak hangzik a kérdés, de azért megkérdem, hogy a, hely, a tisztánlátást hogyan lehet elérni? Milyen színű ez a bot? Barna elérted a tisztánlátást. Ennél bonyolultabb dolgokba. Nagyon sokszor kell látni azt, hogy az égkék és a fűzöld, ahhoz, hogy minden pillanatban tisztánlásd a gondolataidat és mások gondolatait, az érzelmeidet és mások érzelmeit, és az mindig az egyszerűnél és tisztán elkezdi azért, mert akkor ehhez szoksz hozzá, és a bonyolultakat is le tudod egyszerűsíteni, és a zavart dolgokat is le tudod tisztítani. Gyakorlat teszi a mestert. Mindenképp mindenki esetében. Nincs külön speciális formula, nincs csoda, nincs mágia, és nézd meg, egyre kevesebben vagyunk az előadóteremben. Miért? Mert csak aki tényleg érdeklődik, az jön el. Tehát aki eddig valami elvárással fordult a zen felé, és így felém, esetleg az így gyakorló közösség felé, az előbb-utóbb csalódik, mert azt kell tapasztalnia, hogy amennyi energiát beletesz, pont annyit tud majd kivenni belőle. Ha nem gyakorol és nem tesz erőfeszítést, nincs szellemi hozadék, és előbb-utóbb azt érezzük, hogy körbe-körbe járunk, mert a gondolatokkal nem tudtuk megoldani, mert mások szavára ugyan hallgattunk, de nem hozott lényeges változást az életünkben. És akkor csalódunk. És akkor két esetőség van. Elmegyünk máshova, ahol ugyanezt végigjátszuk, vagy pedig azt látjuk, hogy a szavak és a kívülről kapott tudás nem elegendő, és rá kell lépni a közvetlen tapasztalat útjára, a befektetett energia útjára. És így a meditációval le tud egyszerűsödni a tudat, le tud tisztulni a tudat, és a nagyon bonyolult dolgokat is meg tud oldani. Beszéltem ma a Kuan Praxisról, arról az interjúról tanító és tanítvány között, ahol nagyon paradox és néha nagyon bonyolult történeteket kell egyszerűen és tisztán megoldani, és ha az sikerül, akkor az életproblémák is sikerülnek. Tehát ezek a történetek, amelyeket kb. Olyan, szóval 1400 éve kezdtek el gyűjteni, olyan kincset, olyan szellemi tőkét tartalmaznak, amelyeket, ha az ember kicsi szól és a maga számára szénből gyémántot csinál belőlük, akkor nagyon messzire lehet velük menni, nagyon sok problémát meg lehet velük oldani, Jelzem, hogy a történeteket közvetlenül nem tudod a saját 21. századi életedbe átültetni, de ez korábban sem volt lehetséges. Tehát nem példabeszédekről van szó, hanem hozzáállásról, tudati magatartásról, megoldási módszerről, és legfontosabb egy intuitív működésről, amely nem dualisztikus mintázatokra, nem gondolkodásra vagy érzelemre alapozza a megoldást. Ezt tudom, hogy nehéz elhinni, hogy van ilyen. Hogy lehet egy olyan tudatszint, ahol nem a saját szokásaidból indulsz ki, nem a gondolati mintázataidra alapozod a megoldást, nem az érzelmi berögződöttségeidet akarod viszont látni. Viszont ez a záloga annak, hogy valami újat hozol, valahogy változol, és akkor a tudatod letisztul, leegyszerűsödik, és a világ problémáit, a saját problémáidat is tisztában és egyszerűbben látja. Ekkor tudod megoldani. Ugyanez a kérdésem a helyes önismeretről is. Ugyanez a válaszom az önismeretre vonatkozóan. Köszönöm. Szívesen. Hogyan tudnánk legkönnyebben kilépni a kényelmi zónából? Azaz néha megrögzötten el neki fogok egy dolognak, és nem vizem véget, vagy kimarad egy nap akár. Motorbiciklivel. <laughs> Ott ül melletted a maestro, ő tudja, hogy hogy lehet a kényelmi zónából motorbiciklivel kilépni. Csak az a kérdés, hogy utána hol leszel. Van egy olyan szakszó a koreai buddhizmusban, amit úgy hívunk, hogy csulga. ez az otthon elhagyása. Ez tradicionálisan azzal jár, hogy levágod a hajadat, nem mész vissza a családodhoz, szerzetes leszel, és ez tényleg a kényelmi zóna elhagyása. De nem lelkesítünk itt senkit erre, ha csak nincs ellenállhatatlan késztetése belül arra, hogy ezt csinálja. És ezt azért csinálják az emberek, mert tényleg nem akarnak a korábbi családi helyzetük, körülményeik és kényelmi zónájuk meghatározott személyisége lenni, hanem meg akarnak változni, valami nagyobbat, többet szeretnének elérni. És amikor egy ilyen mozdulatot tesznek, akkor tényleg kitárják magukat a világmindenségnek, és egyé is válnak a világmindenséggel a meditációs praxisuk és az életvitelük alapján. Tradicionálisan Koreában, több mint száz zenterem van. Itt minden télen három hónapig, és nyáron három hónapig egy úgynevezett kölcse gyakorlat folyik, egy 90 napos meditáció, és így három hónapot ülnek, meghatározott napi rendel. Tehát a három hónap szünet, amikor utaznak, beszélgetnek, mennek ide-oda templomokba, esetleg más országok buddhista helyeire, és az újabb 90 napos egy másik helyen, másik társasággal megint csak összegyűlnek. Akik már szeniorok vagy nagyon komoly feladatuk van, azok visszatérnek ugyanabba az enterembe, ahol ő nekik ezt a feladatot el kell látni. De egyébként ezen száz zenterem között több évig mozoghatnak az entanítványok, és pont azért, hogy ne alakuljon ki a kényelmi zónájuk. Hogy mindig új társaság, új tükör, új gyakorló helyzet, új villanykapcsolók, ugye? Tehát nem szokod meg azt a helyzetet, ahol vagy, se emberileg, se fizikailag. Tehát ez a non-plusz-ultrája annak, hogy élsz a világban kényelmi zóna nélkül, és nagyon későn lesz neked ö, egyéni szobát. tehát 20 év biku teljes felavatott szerzetesi státusz kell ahhoz, hogy te egy magánszobát kapj. Addig legalább két-három emberrel megosztod a teredet, és az 5-10 éves korig pedig megosztod olyan 8-10 emberrel. Úgyhogy nincs magánélet, nincs kényelmi zóna, nagyon komoly tükrözés van mindenki részéről, hogy téged hogy látnak, és előbb-utóbb te is tükröződ a többi felé, hogy mit látsz belőlük. A világiak részére van egy olyan lehetőség, amit úgy hívjuk, hogy simcsulga, tehát a szív, az a sim, a csulga pedig az otthon elhagyása, hogy elhagyod a személyiség kényelmi zónáját. Tehát megszűnsz a megszokott gondolataidat gondolni, a megszokott érzelmeidet táplálni, a megszokott cselekedeteidet tenni, megszokott módon beszélni, és ehhez azt kell, hogy valahogy kilép fizikailag is a kényelmi zónából. Ekkor szoktunk elmenni különböző világkörüli utakra, elmegyünk egy templomba, egy ásramba, egy különböző szellemiséget tanító helyre, azért, hogy ezt a változást beindítsuk. És amikor visszajössz a helyedre, akkor lehetőleg más is látja, de te mindenképpen érzed, hogy már nem az vagy, aki voltál. Már nem az vagy, mint aki elindult. És ezt az állapotot, hogy nem vagy hajlandó a személyiséget egoitássá szilárdulni, elmerevedni, abszolutizálni önmagát, ezt az állapotot fönn tudod tartani egy folyamatos meditációs gyakorlattal. És így nem alakul ki még a világiaknak sem az a kényelmi zóna, amitől a külvilág úgy láthatja, hogy beszűkült, emerevedett, nem hajlandó a mások nézőpontját meghallgatni, stb. stb. Tehát a simcsulgának rengeteg értelme van, nem kell a hajat levágni hozzá, nem kell több évre bekötözni templomokba, nem kell szerzetesi tréningen részt venni, de nagyon fontos változást tudsz elérni azzal, hogy rábízod magad a világra, és így a világ egy része is rád bízatik. És így szépen járod az utadat, és egyszer csak visszatérsz, mert előbb-utóbb visszatérsz a helyed. De ez olyan három és tíz év közötti időszak, ami így jó. Három év alatt nincs lényeges változás, és tíz év után pedig azért már csak van. Van egy ilyen kínai mondás, ha tíz évig csinálsz valamit következetesen, ugyanolyan már nem maradsz. Tehát vagy föl, vagy le, de mindenképp van minőségi változás. Honnan jön a stressz? Anyuka drága, te pontosan tudod, hogy honnan jön a stressz. Hát, amikor boldogan, békésen lélegzel, akkor nyugalomban vagy, és jön egy kis érzelem, jön egy kis gondolat, szétessünk múltra, jelenre, jövőre, az a nyomban stressz van. A rossz kérdés mindig stressz, a jó kérdés mindig nyugalom. Mi a rossz kérdés? Mi van, ha? Ez a rossz kérdés. Mi van? Ez a jó kérdés. Mi lenne? Ez a rossz kérdés. Tehát köze van a, a félelemhez? Nagyon. Az ismeretlen... Ahhoz is. Való meg amit akarunk, de úgy érezzük, hogy nem kapjuk meg. Vagy valamit kaptunk, de úgy érezzük, hogy nem szeretnénk, és nem tudjuk elhárítani. Hát persze, hogy köze van hozzá. Megnézed a négy kicsi és négy nagy szenvedést, Születés-öregség-betegség-halál, és az előbb elmondott négy kisebbet, emberi társaságról és a birtokviszonyról. Ebből áll össze a stressz csak speciális felrakásban. Egy kis mulandóság, egy kis feltételezkötöttség, egy kis rossz társaság és egy rossz hivatalos levél. Teljesen ki vagyunk készülve. Egy kis speciális fűszer szokott lenni, az, hogy valami úgy megsarkantyúz és csinálod a dolgodat. De azért vélesre már nem akarjuk sarkantyúztatni magunkat az élet által. De akkor van egy olyan, hogy olyan egészséges mennyiségű stressz az Persze. életben jelenben az Ó, akkor Ó, nagyon! Ha? Kipróbálták azt, amikor mindenféle stimulustól mentesítettek embereket, még a szokványos érzékeléstől Igen, aztok, is. Ez lenne a következő apró kérdésre. Hát, látod már, kapod is akkor, a választ rá. Amikor, amikor egyáltalán nem stresszel valaki, az nem. Hú, azt olyan nehéz kibírni te. Olyan Kaliforniában van, engem pozitívan a mondod a párodnak, és ő pontosan tudja, hogy az milyen. Amikor mindenféle érzékszervi behatástól megszabadítanak téged, azt a legnehezebb kibírni, van ez a sóvizes, kamrás kísérlet, amit Kaliforniában nagyon sokszor csináltak, mert ott a 60-as évektől kezdve ilyen egész iparág ment a New Age-re, hogy most akkor vegyél részt ebben a kísérletben, meg ilyen szellemiség, olyan gurú, olyan mester, stb. És egy különböző színű és szagú iskolák jöttek létre, és ez úgy történt, hogy képzelj el egy ilyen skafanderszerű ruhát, amiben van egy ilyen kis ételszopóka és italszopóka, egy olyan berendezés, amiben üríthetsz nyugodtan, beleengednek egy testhőmérsékletű sós vizet tartalmazó tartályba, amiben sötét van. Tehát lezárják a látást, lezárják a hallást, ízlelni tudsz, ha akarsz, de egy idő után teljesen mindegy, lezárják a mozgást, mert akármit mozogsz, nincs igazi mozgási élményed, mert egy sűrű testhőmérsékletű masszában vagy benne, és lebegsz oxigén is van, minden van. A legtovább egy ilyen nagyon kemény emberke bírt, ez 14 óra volt. Egyébként már sokkal korábban rángatozva húztak ki mindenkit. Tehát annyira szükségünk van az érzékszervi tapasztalatra, a gondolkodásra, az érzelmekre, stb. Mi volt az általános konklúzió? Ha nincs meg az első öt csatorna látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, akkor a gondolkodás és az érzelmek elszállnak, de olyan turbóra kapcsolnak, hogy nem bírja ki. Az egy spéci tréning kell, hogy a felső három csakrát kiürítsd. Ez a ilyen. Ez a meditáció, zenmódra. Ekkor nem ural az a tartalom, az a karma, ami benned van. De hát azok, akik nem kaptak ilyen tréninget, vagy ehhez hasonlód, azok a lázálmaiktól, a vízióiktól, a projekcióiktól teljesen gajra mentek, és órák alatt bizonyos mértékű stresszre, vagy éppen érzékszerű behatásra, stimulusra szükség van. Ha a stimulus bizonyos küszöbb alatt marad, nem elég. Bizonyos küszöbb fölött stresszként éled meg, sőt, szenvedésként éled meg, és a kettő között van az a középút, hogy pont eleget hallok, eleget látok, eleget tapintok, eleget gondolkodom, és a többi. Mi emberek ebből vagyunk így összerakva. Kicsi kérdés volt, látod, mi lett belőle. Nos, hát nem maradt más hátra, mint hogy tisztelten megköszönjem mindenkinek a jelenlétét, a figyelmét, a jó kérdéseket, és őszintén remélem, hogy sokat tudunk együtt gyakorolni, letisztítjuk egymást tudatát ezzel a gyakorlattal, és ezzel egy önállóbb, szenvedésmentesebb és tisztább világot tudunk élni és létrehozni egymásnak. Köszönöm a figyelmet!